Hát én 45 évig dohányoztam. Hát laza 41 évig dohányoztam, és meg kell mondanom, hogy nagyon agresszív voltam, és mindig úgy voltam vele, hogy nekem jogaim vannak. Én nagyon-nagyon erős dohányos voltam, és mondom, abszolút nem tudtam elképzelni, hogy én ebből ki tudok lépni. Jó van, akkor ember legyen a talpán, aki a paplacit leszoktatja a dohányzásról. És én tulajdonképpen nem akartam leszokni egyszer se. Tehát én valahogy úgy voltam vele, hogy ez az agyat azért nem befolyásolja legalábbis, tehát józan állapotban tart, ehhez nekem jogom van. Hát én nem próbáltam leszokni, tehát én abszolút meg se fordult a fejembe, ezt se tudtam képzelni magamat cigi nélkül. Eszem ágában nem volt. Ha valaki azt mondta volna, hogy engem leszoktatnak a dohányzásról, mit tudom én, lehet, hogy szembe köptem volna. És akkor úgy mentem el, hogy mit veszíthetek. Tehát nincs mit veszítem, csak nyerek. Beiratkozom, kifizettem, elmegyek, nem szokok le, pénz vissza, és utána mondhatom a páromnak, hogy figyelj, voltam, nem szoktam le, szevasz. És jelentkeztem erre a tanfolyamra, aztán megkaptam a behívót, eljöttem, és azóta nem dohányzom. Én itt, amikor volt a szeminárium, az utolsó szál cigit sem szívtam el délután, és utána azóta semmit, egyet sem. Befizettem, eljönni eljöttem, és hála jó Istennek, hogy leszoktattak. Ha azt akarja, hogy ne legyen tényleg egy ilyen függő, határozza el, hogy ő nem akar dohányozni, és ebbe az ellenkár szeminárium rengeteget segít.